Szeretettel köszöntöm én is a hallgatóságot. Uh, ahogy kollégáim már mondták, én most kettő intézményt is képviselek ezen a rendezvényen. Egyrészt uh, ugye az ltppk t és a kommunikációs kutatócsoportot, másrészt pedig az MTA-nak a tudománymetriai kutatócsoportját. Uh, ebből adódóan én egy kicsit más perspektívába fogom most és szeretném most helyezni ezt a bizonyos témát, amiért előre is elnézést kérek mindenkitől. Főleg, mert némely pontokon úgy fog tűnni, hogy egy kicsit túlságosan is a, hát, hogy a, a, rendezvény alaphang képest egy kicsit túlságosan is technikai vagyok, ezt természetesen igyekszem mindenképpen minimalizálni, és sajnos néha a szükségünk lesz egy minimális technikára ahhoz, vagy technikai betekintésre ahhoz, hogy, hogy beszélni tudjunk ezekről a kérdésekről. Az előadás címe, hogy hogyan reagál a tudományosság az indikátorok útvesztőire. hogy ebből valamiféle szörvi, vagy közvéleménykutatás, vagy valami hasonló dolog vetülne előre, ez nem az lesz, nem egy közvéleménykutatás eredményeit fogom most bemutatni, hanem ürügyként használom ezt a Fábli úr által adott címet arra, hogy az indikátoroknak az útvesztőiről beszéljünk, hiszen valójában ez a kérdés itt. Én tulajdonképpen szeretném egy kicsit rehabilitálni az indikátorokat, ugyanakkor rendkívüli magas összhangban azzal, amit előttem szólók, rektor helyettes úr és Fábri úr elmondtak, sőt, gyakorlatilag meg tudom ismételni bizonyos pontokon az ő állításaikat, annak ellenére, hogy látszólag az ellenkezőjét mondom, de hogy is van ez? Ugye... <kül> Először vegyük komolyan a kérdést, hogy hogy reagál a tudományosság, és nézzük meg, hogy a formális tudományos kommunikációban milyen reakciót detektálhatunk a rangsorolás témájára. Ugye itt két egyszerű statisztika szerepel, nevezetesen a Web of Science-en 2010 óta megjelent, ilyen témában megjelent publikációk száma. Ez egy nagyon felületes keresés, tehát itt sokkal többre számíthatnánk egy rendes keresési stratégiával. Ez nagyjából fél ezer publikációt jelent, és én most ezeket szeretném ismertetni. Nem, nem ezeket szeretném ismertetni, de fél ezer publikációt jelent, és láthatjuk, hogy lineárisan, kvázi lineálisan növekedett egészen máig, tehát nyilvánvalóan nem alankad, nyilván fokozódik az érdeklődés a tudományos. Ezekből ugye mind megtudhatjuk az indikátorok és a rangsorok csinyát, vinyát. Talán érdekesebb most, hogy hogyan részesednek a tématerületek, az egyes tudományterületek, fogalmazzunk így ebből a reflexióból. Nem meglepő, hogy ugye a felsőoktatás és oktatáskutatás az első, az első számú résztvevője, de rögtön a második helyen érdekes módon az Information and Library Science jelenik meg, ami lefordítva, érthetővé téve ez a tudománymetria lényegében, nem csak a bibliometria, a tudománymetria, amiből az látszik, hogy a, a rangsoroknak, illetve hát nem feltétlenül egyértelműen látszik be, de azt sugalja az az eredmény, hogy a reflexiók legnagyobb része Valójában arra vonatkozik, hogy a rangsorok a tudományos teljesítménnyel mit kezdenek. Tehát ugye a rangsorok az elhangzott, és tudjuk is, hogy a számos dimenzióját kéne, hogy mérjék az egyetemi teljesítmények. Itt úgy látszik, hogy a legnagyobb része, a második legnagyobb része a tudományos teljesítménnyel foglalkozik. Én is most egyébként erre fogok fókuszálni. Miért is van ez? Igen. Azért van ez, mert. <kül> Mert ugye a nemzetközi rangsorok, azt Fábri is említette, ugye hatalmas súlyjal szerepeltetik az egyetemek tudományos teljesítményét. A hazai rangsorokban nem jelenik meg a tudományos teljesítmény, a nemzetközi rangsorokban meg ez az elsődleges szempont. És valójában az empirikus, a kifejezetten empirikus kutatások is azt mutatják ki, hogy ha megpróbáljuk dekonstruálni ezeket a rangsorokat empirikusan és kvantitatíve, akkor ténylegesen az derül ki, hogy valójában kettő dolog vezérli Ezeknek a rangsoroknak a helyezéseit. Kettő dolog befolyásolja a végeredményt a legnagyobb mértékben, ez pedig az idézettsége és a publikációs adatok nem feltétlenül összekapcsoltan, itt pont az látszik ezen az ábrán, ez az egyik ilyen eredmény, hogy vannak olyan rang rangsorok, amik inkább a publikációs számmal korrelálnak, fogalmazzunk így végeredményükben. Vannak olyanok, amik inkább az idézettséggel korrelálnak, például a Times Higher Education, az a, e, ide tartozik, mert a annak az indikátornak, azon, az, azon, azon a bizonyos indikátorcsoporton van elsősorban felül. Érdekes módon például a Shanghai Ranking kombinálja a kettőt, amennyiben a H-index a legjelentősebb korrelátum, összekapcsolja ezt a kétfajta mutatót, ezt a kétfajta dimenziót. De a lényeg az, hogy már a címben is benne van, hogy Publication Output and Citation Impact as der Basis. Tehát, hogy annyira így van, hogy hogy effektív ezt megállapíthatjuk. Ezért én most példaként, az indikátorok rehabilitációjának példájaként a tudományos teljesítménynek az egyik dimenzióját, és abból is az egyik ilyen indikátorkört, a citációs, az idézettségi indikátorokat fogom elővenni, és egy kicsit elemezgetni, de nem teljesen technikailag, hanem ugye a címmel összhangban, a kutatói reakciók mentén. Ugye ez a kutatói reakciók, ebben az esetben, ahogy említettem, ez nem egy szörvéből derül ki, hanem ugye hosszú praxisunkban találkozunk tipikus, jellegzetes értelmezésekkel a rangsorokra és az indikátorokra vonatkozóan. Még egyszer mondom, hogy most az indikátorokra fogok fókuszálni. És alapvetően három tipikus ilyen választ vettem elő, aminek a mentén feltárhatjuk azt, hogy mi is van, és rehabilitálhatjuk az indikátorokat. Ezeken gyorsan fogok végigmenni az első kettőn, a harmadik lesz az, aminek a kapcsán egy kicsit belemegyünk a témába. Ugye van a szkepszis, ezt úgy neveztem hogy összefoglalom, hogy a szkepszis, majd mindjárt látjuk, hogy ez mit jelent. Van a másik tipikus megközelítés, ez kutatói, vagy inkább tudománypolitikai, menedzseriális megközelítés, a rangsormérnökség, az engineering, ez a ranking engineering, ez igazából reverse engineering, amit látni fogjuk. És vannak összeesküvés elméletek és mítoszok, amik jeles rangsor eseményekre való válaszként adódnak, például ugye, most nem titkolom, és megint csak elnézést kérek az érintettektől és a nem érintettektől, de ugye ki fogok ragadni a sajtóban és a médiában is felfújt, adott és az utóbbi időben is felfújt ilyen rangsor eseményeket, így például hirtelen megszaladásokat, mint amilyen az Óbudai Egyetem hirtelen megszaladása a rangsorban, ugye vannak erre mindenféle cikkek, és egy kis összehasonlítást tenni, hogy valójában hogyan is értelmezhetők ezek. Tehát ennek a három válasznak a mentén igyekezünk ezeket föltárni. A szkepszis a legáltalánosabb, ebből kaphattunk <laughs> példát és betekintést meglehetősen sokat. Ugye arról van szó, hogy a kutatótársadalom és a elsősorban a kutatós társadalom ugye mind a rangsorok, tehát a rangsorképzési módszertanok mind az indikátorok szintjén kifogásolja az átláthatatlanságot többek között. Ugye az átláthatatlanság az egyik ilyen alapvető probléma, és ebből a szempontból ugye rögtön ide citálhatjuk ezeket a kezdeményezéseket, azokat a nemzetközi kezdeményezéseket, amelyek mögé álltak a szkepszisnek. Adott esetben szakmai körök is. Tehát ugye vannak azok a kezdeményezések, ahol tudománypolitikai, tudománypolitikai szereplők lényegében, nagy szervezetek, Európai Uniós és Európai Szervezetek álltak, mi ugyan a korra is ugye ezt egy ilyen kezdeményezést tett. De ugye vannak kifejezetten szakmai kezdeményezések és szakmai referendumok, szakmai kiáltványok, szakmai manifestumok, ilyen a Leiden manifestunk az utóbbi időben az egyik ilyen legismertebb, ahol kifejezetten tudománymetristák, bibliometristák írták le annak az alapelveit, a Nature-ben jelent meg egyébként, hogy hogyan kéne a tudománymetriát a korrekt kutatás értékelésben felhasználni, ugye ez a kapcsolat. És ugye pontokba szedték ezt, és az egyik ilyen pont az ez volt, ennek még egy YouTube videója is van, ugye egy, 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 egy animáció, ez abból származik ez a kép, hogy ugye nem fogadhatjuk el a fekete doboz típusú értékeléseket, és ez vonatkozik mindenféle az utóbbi időben megjelent kommerciális termékre, nem csak a rangsorokra, hanem egyéb kutatásértékelés támogató eszközökre is. Tehát fekete doboznak minősítették egyrészt a rangsorokat, másrészt az indikátorokat és magukat is, mondván, hogy az átláthatóság és a reprodukálhatóság egy alapvető szempont. Természetesen ez, ezt, ezt, abszolút megfontolandó szempontnak tekintjük, de nézzük meg egy kicsit ennek a másik oldalt. Valóban átláthatatlanok-e a rankingek indikátora, és valóban átláthatónak kell lenniük. Ugye van egy trade-off, amit sokszor el szoktunk felejteni. Ez a trade-off, ez itt jelenik meg például a kokáért, vegyünk egy eléggé átláthatatlannak látszó indikátort, egy eléggé komoly intézmény, a Karolinska intézetnek a bibliometriai lényegében manuáljából, ez egy a szakmában elég komolyan vett manuál egyébként, most angolul fogom először mondani, az item oriented field normalized logarithm based citation z score is még versnek is jó egyébként, tehát egy vers, versként szoktuk elmondani. Ez ugye meglehetősen összetettnek látszik, és rögtön érheti ez a kritika, hogy hát ezt nem, hogy a tudomány politikus, de a kutató sem látja át. A probléma az, hogy viszont ez a mutató sikeresen kiküszöböli a kritikák legnagyobb részét, amelyek egyébként majd látni fogjuk a mutatókat, és például a citációs mutatókat a rankingekben érik, és az összemérhetetlenséget állítólag generálják. Tehát ez például egy olyan, ami minden elemében ennek ahány szava van, kvázi annyi módszertani eleme van, majdnem, hogy minden szó vagy szókapcsolat egy módszertani elemre vonatkozik. Valóban nehéz visszafejteni, vagy nem, egy nem triviális, de tény az, hogy ez kell ahhoz, hogy működjön, tehát azt a fajta korrektséget, méltányosságot, összehasonlíthatóságot visszacsempész a mérésbe, amit az egy tudománymetriai indikátortól elvárunk, de természetesen abban a bizonyos kézikönyvben is megjegyzik, hogy ez egy bonyolult számítási eljárás nehezen kommunikálható, ugye a kommunikáción van tehát a nehezen kommunikálható indikátorok az ilyenek, és ez a mérőszám ritkán használatos, pont azért, mert ők sem tudják megetetni a tudománypolitikusokkal, tehát ők sem tudják hatékonyan használni ezt. Minden esetre ez intőjel arra vonatkozólag, hogy mit értsünk átláthatóságon az indikátorok szintjén, és mit értsünk azon, hogy kellőképpen átláthatónak is és, 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 és nyilvánosnak, és stb. kell lenni a ranking rendszereknek. Ugye az első pontok, gyorsan igyekszem áthaladni, hogy eljussunk a crescendoig, eljussunk az igazán sok energiát igénylő részig. Ugye a másik tipikus hozzáállás a rangsort terv visszafejtés, ugye ahogy azt neveznénk, ugye a rangsort engineering, ugye ez az, amiről szó is esett, nem csak tanácsadó cégek vannak, hanem ugye megpróbálnak maguk az egyetemek is valamiképpen valamiféle reprodukcióját előállítani a rankingeknek, tehát az indikátorokat felhasználni arra, hogy reprodukálhassák a, a rankingeket, meg a ranking módszertanát, nyilván azért, hogy ezt stratégiailag használják föl, és igyekeznek olyan intervenciókat tervezni, aminek mivel ha meg, megmagyarázzuk a rankinget, akkor ugye tudunk olyan intervenciót tervezni, amit elvileg előre juthatunk, ugye a magyarázat predikció, meg tudjuk jósolni gyakorlatilag elvileg, hogy hol leszünk a rankingben. Ugye ez azt igényli, hogy a rankingek reprodukálhatóak, a, rangsorok, a nemzetközi rangsorokról beszélve elsősorban, ezek ugye reprodukálhatóak legyenek, és számos ebben a bizonyos fél ezer cégben ugye számos arra vonatkozik, hogy nagyon nehezen reprodukálhatóak, és megint csak fekete dobozként működnek. Ennek ellenére, ennek ellenére elérhetőek, illetve nem érhetőek el, de elvileg elérhetőek, vagyis publikálva, lehettek publikálva számos esetben, olyan szoftverek például, amik hozzáférhetőek, itt egy ilyen példa. Ez a szoftver ez azt csinálja, és van hozzá egy komplet módszert, van egy cikk, tehát megmutatja a hátterét is, tehát a reprodukálhatóságot valamiképpen bizonyítja, hogyha Uh, nem is az, az indikátorokat, hanem az indikátoroknak alapú szolgál adatokat, de adott esetben az egyszerű változókat betápláljuk az egyetemünkről, nyilván a megfelelő változókat betápláljuk egyetemünkről ebbe a szoftverbe, akkor három nemzetközi ranking, a Times Higher Education, a Shanghai és a QS mentén is megmondja nekünk, hogy hány pontunk lesz összességében, és hogy ez mekkora helyezésre, milyen helyezésre uh, elegendő nekünk, uh, ez ki is részletezi. Uh, ez látszólag már nem egy nagy trubáj, de valójában az, mint látni fogjuk, egyáltalán nem triviális a kapcsolat a kettő között, ami azt sugalja nekünk, hogy ez mindenképpen valamiképpen reprodukálható ez a dolog, tehát az átláthatatlanság legalábbis az indikátorok szintjén, és még a talán a rangsorok szintjén sem teljesen állja meg a helyét. Láthatjuk a részletes manuáljait, a részletes módszertani leírásait ezeknek a rankingeknek. Itt, itt például a Times Higher Education módszertani leírásával ki ragadott részletet láthatunk, ahol az indikátorok, még egyszer mondom, tehát a mérőszámok szintjén legalábbis, egy meglehetősen részletgazdag leírást kapunk az idézettségi indikátorról, hiszen ezt, ez az, amit mi, most, amit mi most vizsgálunk, alapvetően majd. Nem is fogom ennek a részleteit most feltárni, hiszen ezt meg fogjuk beszélni rövidesen. De Egészen sok mindenre kitér ez a, bizonyos, ez a bizonyos leírás, nem csak az adatforrásra, az indikátor konstrukciójának módjára, hanem még a korrekciójának és a statisztikai beavatkozásoknak a módjára is, amivel az esetleges torzításait igyekszik kiküszöbölni. Tehát a fekete doboz helyett valamilyen más metaforát kéne keresnünk, és fogunk is találni, ami megvilágító erejű reményeink szerint. Úgyhogy... Térjünk is rá az összeesküvések és mítoszok fejezetre, amiben tényleg szükségünk van arra, hogy akkor beteg mindezekkel felszerelkezve megpróbáljunk betekintést nyerni az indikátorok világába, egészen konkrétan a tudományos teljesítményt jellemző idézettségi indikátorok világába. A következő ábra az emiért alapvetően és a következő magyarázat az, amiért elnézést kértem. Ez a bizonyos folyamatábra, ez a Times Higher Education-nek ugye az indikátorokra vonatkozó, citációs indikátorokra vonatkozó útvesztőit, és azt az útvesztőt, ami, amiben ez ágyazódik, egy másik útvesztőt reprezentál, a rangsorolási metódusnak az útvesztőjét reprezentálja. Nézzük meg röviden, természetesen és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon felületesen, hogy mi az, hogyan hogyan történik például az idézettség mérése, és ehhez csatoljuk a kritikákat, a, a tévesztés, bocsánat, a, a, a mitoszokat és az esetleges félreértéseket is. A, a kiinduló pont ez nem, nem meglepő, ugye tudományos teljesítmény hatás, azt általában citációkkal szoktuk közelíteni, de a citációk csak nyers adatok, tehát azok csak na no, csak egy változó, az még nem egy mérőszám, az még sok mindent tükröz, tehát valahogy le kéne belőle válogatni a hatás, azt a részt, ami a hatást tükrözi. Nyilván már az adatgyűjtésnél és az időzetek összegyűjtésénél és buktatókba ütközünk, melyik adatbázisból veszük ezt a Web of Science-ből vagy a Scopus-ból, nagyon nem mindegy természetesen, de tegyük fel, hogy ezt tudjuk, tehát ilyen értelemben ez nem egy fekete doboz, és tudjuk ennek a következményeit, és mivel jár az, ha az egyiket vagy a másikat választjuk. Itt jön a korselépés az indikátorok szempontjából. Ugye, hogy csinálunk belőle egy mérőszámot, ami úgy megy a tudománymetriában, és ezt használják fel a rangsor készítők is, hogy igyekezünk kiküszöbölni azokat a tényezőket ebből, amik nem a kívánt teljesítménydimenziót mérik, mutatják, vagyis nem a hatást. Számos ilyen van az indikátorokban. Ezért aztán úgynevezett tudományterületre, a publikációk megjelenési idejére normalizált mérőszámot állítanak ebből elő, Ennek sok neve van, citation, vagy ez, Category Normalized Citation Index, Field Weighted Citation Index, a tudománymetriában Mean, Normalized Citation Score, stb. stb. Ezek mind ugyanaz, egy és ugyanaz a konstruktum, illetve mérőszám pontosabban. Ez azt csinálja, hogy igyekszik összemérhetővé tenni az egészen különböző hátterű publikációkat lényegében. Különböző tudományterületről érkező, különböző időpontban megjelent, különböző dokumentum típusban megjelent publikációkat, sőt, újabban még a szerző számra is igyekeznek normalizálni, vagyis azt is figyelembe venni, hogy a publikáció együttműködésben készült többnyire számos intézmény között, tehát nem csak annak az intézménynek tulajdonítható. Ezeket mind figyelembe kell venni természetesen. Na no, és akkor. Álljunk meg itt egy szóra, itt tényleg ez, egy, ez a fontos pont, azt gondolom az egész előadás szempontjával, hogy itt tudjuk megragadni a lényeget egy pillanatra. Ugye a sajtótermékekben is, és ugye a számos más diskurzusban is, ugye felmerült vitákban ilyenek a szokás egymás fejéhez dobálni, hogy ugye az összemérések, az legalábbis az összemérésre használt indikátorok nem jók, meg különben is torzítanak, mert a különböző tudományterületeket különböző, hát a különböző tudományterület, a tudományterületek közti különbségeket nem veszik figyelembe, és nagyobb sikerre indulnak a fizikusok egy ilyen, meg a kémikusok, mint mondjuk a történészek, vagy a vagy például a, akár a matematikusok is. Ugye, ha ez így van, már pedig ez így van, ennek elvileg nem kéne megtörténnie, hiszen ez pont arra jó ez az indikátor, hogy a tudományterületek közti egyenlőtlenségeket kiegyenlítse, tehát összehasonlíthatóvá, összemérhetővé tegye gyakorlatilag a különböző tudományterületek publikációit. Nyilván, ha egy nagy időablakból veszünk publikációkat, 5 év általában 5 év mondjuk egy ilyen rankingelési időablak, akkor mondhatjuk, hogy az öt évvel ezelőtt megjelent publikációk nyilván sokkal többet idézettek, mint a tegnap megjelentek. Igen ám, de erre is egy normalizációs lépés van beépítve, nevezetesen az időre, a megjelenési korra, tehát minden publikáció ugyanazokkal hasonlítanak össze, ami ugyanabban az évben jelent meg, tehát ez tulajdonképpen az esélyeket szintén kiegyenlíti. A, szerzőszám, a szerzőszámról szintén ezt mondhatjuk, el és így tovább. De tulajdonképpen ez a kritika nem egészen állja meg a helyét. De nem állja meg a helyét, vagy az a kérdés, hogy megállja a helyét a valóságban, vagy ez egy elmélet, tehát a, a, ugye a puding próbálja pedig a ranking, tehát kérdés az, hogy, hogy megállja a helyét a valóságban. Nyilván egy csomó torzítás benne marad, ebben nem tudja kiküszöbölni, bármilyen 25 tagú kifejezésből áll is a neve, nem tudja kiküszöbölni azokat a torzításokat, amiket elég ö, nehéz lenne, így például azt, hogy ugye tudományterületi társaival hasonlítja össze a publikációkat például. csak azért mondom, ez ritkán jelenik meg, de ez a magyar kutatás értékelésben is egy alapvető, hát hogy is mondjam, háttérelem, ami ritkán jelenik meg. De ugye mik azok a tudományterületek, amin belül összehasonlítja? Csak egy nagyon gyors információ, most tényleg ez a technika. Ugye egy publikáció általában 3, 4, 5, 6 tudományterülethez van hozzárendelve. Web of Science-en, a még sokkal több és sokszor kényelmi alapon tegyük hozzá nem ugyanaz a mezőny, nem ugyanaz a mezőny. Attól függően, hogy melyik mezőnyel vetjük össze, egész más pozíciót látunk az adott publikációra vonatkozóan. Hogyan veszi ezt a ranking figyelembe? Melyiket veszi figyelembe a kicsit nagyot? Az MTMT MT például, amikor a Q besorolást, ugye a, a Q1, Q4 besorolást megadja nekünk, az ugyanezzel a problémával küzdik. Ő azt a, hát hogy is mondjam, politikus megoldást választja, hogy a legjobb besorolást fogja nekünk odaadni. Az mindenkinek jó neki is, a kutatónak is. Tudományilag semmilyen megalapozás nem tartozik mögé, természetesen. No, tehát azért mondom, hogy természetesen számos olyan elem van, ami mégiscsak visszacsempézi ezeket az egyenlőtlenségeket, és persze empirikus kutatások szólnak arra, hogy tényleg az kutató egyetemek profilja, vagy az egyetemek profilja tudományterületi berendezkedése befolyásolja a rankingeket, akármennyire is igyekszik kiegyelni. De az indikátor, hogy is mondjam, jó működik, fogalmazzunk így. Na és itt van ez a rész, a a fizikából hozott példát, vagy analógiát én is abból hozok. Itt van az a rész, a piros vonal, a piros vonal az az eseményhorizont. Ugyanis Valójában a rankingek nem fekete dobozok, hanem fekete lyukak. És ez a piros vonal a fekete lyuk eseményhorizontja. Ugyanis innentől kezdve a mérőszám bekerül a ranking módszertanába, és ott elveszti az információ tartalmának a 90%-át, pont mint a fekete lyukban. Azért is van feketére színezve ez a bizonyos doboz, mert hogy lássuk, lássuk meg, hogy ugye ott kezdődik a fekete lyuk. És ezen a ponton mondanék egy picit ellent de csak picit Fábri tanár úrnak, mondva, hogy az indikátorokon múlik minden, nem, de ezt persze mindannyian tudjuk, hanem amikor bekerülnek a fekete lyukba, hogy ott mi történik velük, amit nem tudunk sokszor, tehát az a legrosszabb reprodukálható rész, az az elméleti fizikusok se tudják, hogy mi történik belül, csak odáig a felszínén. Persze tudni véljük, hogy mi történik belül. Ott veszti az információ tartalmát. Itt például átskálázódik egy úgynevezett z és tehát az eloszlásban a lényegében az meg ennek mentén történő eloszlásában egy relatív pozíciót, egy relatív pozíciót jellemző értéket kap, és innentől kezdve már csak azt tudjuk, hogy az egyetemek hogy viszonyulnak egymáshoz ennek a mentén, azt nem tudjuk, hogy önmagában mit jelent. Ugyanis ennek van egy jelentése ennek a számnak, például ennek konkrétan az, hogy a nemzetközi átlaghoz hogy viszonyul az idézettség. Na, ez itt elveszik teljesen, és innentől kezdve tehát egy komplet információvesztés történik, legalábbis egy jelentős információvesztés. Tehát átskálázódik, és még után, még miután áskálázódott súlyozódik, és a súlyozódás, tehát mekkora súlyt tulajdonít a ranking ennek a dimenziónak, és a súlyozott értékből lesz a súlyozott mérőszám, ami összeadódik a többi ugyanilyennel, és amiből lesz a helyezés. Azt gondolnánk, hogy a végső érték és a helyezés között már sima lineáris kapcsolat van, hát nem. Itt van például a Times Higher education -nek a pontszámok és a helyezések közötti kapcsolatát jellemző görbe, ami azt mutatja, hogy ha. És tényleg ö, ezt ezt mutatja, bármennyire is furcsa ez, de ezt mutatja. Ez nem egy lineáris kapcsolat, azt mutatja, hogy ha lejjebb vagyunk a rangsorban, és lejjebb vagy próbálunk föltörni a rangsorba, akkor sokkal kevesebbet kell tennünk azért, hogy följebb jussunk. Tehát sokkal kisebb teljesítmények, sokkal nagyobb ranghelyezés, a rang, a helyezés, növekedést eredményeznek, amikor itt vagyunk ezen a, ezen a felső szakaszon. Amikor itt a lenti szakaszon vagyunk, ahol egyébként a legtöbb egyetem csoportosul, de sokkal nehezebb előre jutni. Tehát ott már ugyanakkor a teljesítmény, citáció, normalizált, stb. növekedés, meg ennek az összes többi velejárója, sokkal kisebb rangsorbeli, helyezésbeli előrelépést, az, Ebből is látszik, hogy a rangsorolás, mint olyan, nem hogy nem, nem, hogy nem, áttetsző, hanem hát nem is egy nem is egy a józanésznek megfelelő, sok technikai szó van erre, de hogy nem, nem is a józanésznek megfelelő művelet, hiszen azt gondolnánk, hogy egyenlő teljesítményekért egyenlő előre jutást kapunk. Hát ez itt nem így van. Na no, és akkor most az utolsó percekben elnézést kérek még egyszer mondom az érintettektől, de hát tekintve, hogy ez egy hazai rendezvény, ez ebből nem hagyható ki. Ugye azt láthatjuk tehát, hogy a az indikátorok, mint olyanok, önmagukban rehabilitálhatók, a rankingek nem feltétlenül, és ugye szoktak az indikátorokat szokták a médiában is hibáztatni, vádolni azért, hogy bizonyos előnyökhöz juttatnak bizonyos egyetemeket, stb. Ilyen volt ugye most, és ezt meg kénytelen vagyok ugye nevesíteni, az a sajtóban megjelent, hogy az Óvodai Egyetemnek a jelentős előretörése, és ugye voltak mindenféle hát ugye már magyarázat kísérletek arra, hogy ez tulajdonképpen idézettségi alapon jellemezhető, mégpedig pontosan ennek az indikátornak a hibája kvázi, mert ugye ennek, ezért van az, hogy az utóbbi idők, mint a kiugró értékeit, vagy hirtelen megjelent kiugró értékeket beszámítva a rendszerbe, az egész indikátor megugrik egy kisebb egyetem esetében, és ilyen értelemben ez felhúzza majd a, a rangsorokon az indikátort. Nézzünk meg egy pár konkrét elemzést ezzel kapcsolatban összehasonlító elemzéseket, illetve nem csak össze, ez az első, ez, nem, pont nem egy összehasonlító elemzés. Hozzáteszem, hogy ez az, az elemzések nem az alapján az adatbázis, már csak és nem az alapján az adatbázis alapján készültek, amit a Times Higher Education az inkriminált rankingelő cég használ, ugyanis az a scopus használja, én a Web of Science-t használtam erre, több megfontolásból is, nem csak az önvédelmi megfontolásból. Ugye, nézzük meg például az időbeli viselkedést. Az egyik ilyen érdekesség, ugye, hogy nagyon nem mindegy, hogy mekkora időablakból választjuk meg, mert mekkora időablakot választunk lényegében a rankinghez, a rangsoroláshoz, vagy az, 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 indikátorok számításához. De ezt tudjuk, de ezt tudjuk konkrétan például erről a bizonyos normalizált ízlítettségi mutatóról. Ha megnézzük, hogy az évenkénti érték hogy változik, akkor azt látjuk, hogy 0,6-ról felmegy 1,4-re, ami azt jelenti, hogy a a nemzetközi átlag felétől indulva, ez alatt az öt éves időtartam alatt eljutunk lényegében a nemzetközi átlag másfél szereség. Tehát ez, ez, pedig egy igen jelentős ugrás, vagyis a nemzetközi, ez, a, ez az idézettség mutató a nemzetközi átlaghoz mérje az idézettséget, tehát gyakorlatilag meghaladjuk a nemzetközi átlagot, a teljes nemzetközi átlagot tegyük hozzá, tehát a világ átlagot e, ennyivel. Ez ugye egy jelentős ugrás, gondolnánk is arra, hogy -e az évenkénti rangsorolásban ez kéne, vagy az évenkénti időablakot választó rangsorolásban ez meg kéne, hogy jelenjen. De hogyha egy öt éves időablakot veszünk például, és abban nézzük meg a teljes öt éves időablaknak ezt a bizonyos értéket, ugye ott már egyetlen értéket kapunk gyakorlatilag az öt éves időablak összes publikációját figyelembe véve, azért is van itt egy egyenes vonal. Ott igazából a nemzetközi átlag alatti ö, érték jön ki, illetve egyenest kapunk, vagy hát szintet, lényegében egy szintet kapunk, egy, korrektebb megközelítés, egy uh, robusztusabb megközelítés, egy a valósághoz közelebbi megközelítés, ami hiszen a publikációk uh, teljesítményüket hosszabb idő alatt fejtik ki, és a publikációs teljesítmény is hosszabb idő alatt fejtődik ki. Ezt azonban az indikátorról tudjuk, hogy az utóbbi évekhez közel, már csak azért is, mert hosszabb idő alatt idő, uh, alakul ki a tudományterületeken a tipikus idézettségére, a bármennyire is normalizáljuk az adott évre uh, a az idézettségeket, akkor is az utóbbi évek mindig magasabb értékeket hoznak, mint a korábbi értékek. De ez egy ismert viselkedés, tehát ezt figyelembe tudjuk venni. Nézzük meg most egy picit ettől a konkrét példától elszakadva egy összehasonlító elemzésben, hogy a hazai kutatóegyetemek, vagy egy részük a hazai kutató, minden esetre több hazai kutatóegyetemet vizsgálva, hogyan, hogyan hat ez a bizonyos citációs indikátor a a ranking helyezésekre. Itt ugye a bm től az sti van összehasonlítva a dolog. A zöld görbe mutatja azt, hogy hogyan alakul ennek az indikátornak az értéke az egyes rankingelési periódusokban, ezek nem évek, hanem a rankingeléshez használt periódusok, tehát tulajdonképpen ennek a bizonyos fel, ide, itt felhasznált Leiden rankingnek az egyes periódusai, vizsgálati periódusai és a narancsárga görbe az pedig azt mutatja, hogy hogyan alakul a helyezés ennek függvényében. Fontos, hogy ez a ranking, ez egy nagyon őszinte és átlátható ranking. Itt csak és kizárólag az idézettségi indikátornak az idézettségi rangsorra gyakorolt hatását látjuk. Tehát itt nincs fekete lyuk, itt azt látjuk, ami van, és még itt is azt látjuk, hogy milyen nagy hatású ennek a... illetve, hogy milyen módon nagy hatású ugye, ennek a bizonyos mutatónak a az alakulása a ranking helyezésre. Ugye például a Debreceni Egyetem esetében, amennyiben nézzük a jobb oldalt, ugye a nemzetközi átlag alól megint felmegyünk a nemzetközi átlag fölé egy picivel, nem sokkal, picivel, 0,8-1,1-re lényegében, és ott maradunk. Rögtön, ugye egy le, de valójában föl, rögtön fölmászunk a rankingben több száz helyezést igazából, itt 800 és 600 közötti tartományról van szó, ugye itt a le az valójában föl, mert ugye itt a 600 az értékesebb, mint a 800, és egyébként a tükörképét látjuk természetesen, azért is mondom, hogy ez egy őszinte megjelenése a rankingben az indikátornak. Tehát itt is ugye az jelenik meg, hogyha a görbének az alján vagyunk, akkor kevesebbet kell tennünk, mint ha a görbének a tetején vagyunk. Ez kvázi egyfajta tanácsadói cég irányából <laughs> származtatható megfontolás is. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a legyen ranking esetében például, még őszinte ranking, amelyik nem, nem, működik fekete lyukként, és ami nem is igazán ranking, az indikátorokat használja, rögtön egy átlátható, kiszámítható, prediktálható, és hát tulajdonképpen egész kedvező képet kapunk a dolgokról. És akkor utoljára pedig, sluszpoénként kvázi, és tényleg aztán nem húzom az idejét önöknek több technikával, megint egy saját kimutatás, hasonlítsuk össze, hasonlítsuk össze akkor az óvodai egyetemnek a mintázatát négy, három másik kutató egyetemével, amiket letakartam. Kérdés, találós kérdés, melyik az Óbodai Egyetem? Nem fogják tudni kitalálni, melyik az Óbodai Egyetem, még akkor is, hogyha elemzik és megtanuljuk, hogy mit jelentenek ezek a, ezek a bizonyos képek. Mert az van, hogy a mintázatok nagyon hasonlóak egymáshoz nagyon hasonlóak. Minek a mintázata, azt még azért mondjuk el, meg mit látunk itt tulajdonképpen. Ugye itt már nem az átlagot látjuk, nem az összesített mutatót, ugye azt az egy darab mutatót, ami bemegy a rankingbe, hanem hogy mi van mögötte. Tehát tulajdonképpen az adott időszakban, a vizsgált időszakban az egyetemek publikációjának az eloszlását, idézettségi eloszlását normalizáltan természetesen, tehát a cnc mutató mellett. És nem is tudjuk ábrára rátenni egyébként ezeket a mintázatokat, annyira jellegzetesek. Két tudjuk csak rátenni őket, ugyanis minden egyes egyetem esetében, akár mondom a másik három kutató egyetem esetében is, hihetetlen sok kiugró értéket látunk. Tehát azt látjuk, hogy a, a, itt ezek a piros pöttyök, ezek az úgynevezett kiugró értékek, hogy van egy csomó publikáció, ami a nemzetközi átlagnak a százszorosa, a kétszázszorosa, a háromszázszorosa, meg a négyszázszorosa ennek a most nem mondom meg melyik egyetemnek az esetében. Ezek ugye, ezek egyébként vagy a a fizikai cikkek, vagy pedig az élettudomány bizonyos cikkek, de nem mondom meg, hogy melyik egyetemről van szó. Tehát ugye az a kritika, hogy, a, hogy, 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 ez a kiugró értékek befolyásolják a dolgokat, befolyásolják például az idézettségi mérőszámokat, és annak mentén a renkénk, ez tulajdonképpen az összes résztvevő egyetemre elmondható. És hogyha megnézzük, hogy a, abban a tartományban az úgynevezett, hogy is mondjam, a a rendes, a, 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 az életszerű tartományban, ahol nem a kiugró értékek vannak, milyenek az eloszlások. Ott is nem fogjuk tudni megmondani, hogy melyik az óvodai egyetem, mert nagyjából ugyanazokat a fajta eloszlásokat látjuk, ö, ahol az átlagok ugye messze meghaladják, pontosan a kiugró értékek miatt az átlagok meg, meghaladják az eloszlás közepét, vagyis az igazán jellemző számokat. Tehát látjuk, hogy az eloszlás az igazából, az a, amit az átlagok azok az eloszlásnak valójában a felső, 75, felső 25 át jellemzik, és nem pedig az egész eloszlást. Az átlagok tehát torzítanak felfelé, pontosan a kiugró értékek miatt. Ezek tipikus idézettségi eloszlások. Tehát amit mondani akarok összességében, az az, hogy az idézettségi eloszlások ilyenek. Tehát ez nem egyetem specifikus, ez nem nem olyas valami, ami csak egyikre vagy másikra jellemző. Ez nagyjából ismert, hogy az, akár, hogy normalizáljuk, az idézettségi eloszlások a teljes publikációs tömegre vonatkozóan, ami egy egyetemnél van, az ferde lesz, elhúzza az átlagot fölfelé, és ezt természetesen figyelembe kell vennünk, Többféleképpen is figyelembe tudjuk venni azt, amit most, amit, amit, de ennek a módját természetesen nem, nem most fogjuk megtárgyalni. Most tehát, mi, a, mi akkor a Konkluzió, mit mondhatunk mindezek fényében az indikátorokról, és mit mondhatunk mindezek fényében az indikátorok felhasználásáról, és aztán tényleg befejezem. Ö, vagyis az a, azt, azt tegyük-e a rangsorokkal kapcsolatban, amit tegyük, hogy most a lapzárta után érkezett a hír, ugye hogy a Times Higher Education kicseréli, pontosan az ilyen kritikákra való tekintete talán, kicseréli az idézettségi indikátorokat más indikátorokra. Ö, ezt tegyük-e, tehát ezt tegyük-e, hogy sarkaljuk arra a rangsorkészítőket, hogy jobb indikátorokat használjanak-e. Mint látjuk, nem ez feltétlenül a, jó megközelítés, hanem fordítva alkalmazzunk bevált, validált indikátorokat, mert ezek manapság azért validált indikátoroknak tekinthetők, csak ezeknek a rendszerét rendszerszerűen alkalmazzuk, ne rankingekben, ne fekete lyukakba dobáljuk bele, ahol elvesztik az információtartalmukat, hanem ismerjük meg őket, és használjuk fel őket rendszer szerűen, és arra, amire valók, tehát valóban különböző kérdésfeltevésekre az annak megfelelő indikátor, hiszen a rankingek, ugye az különböző teljesítményre vonatkozó kérdésfeltevéseket összegyúrják, egy nagy fekete lyukban egy nagy gombócot csinálnak belőle, és kiköpik, de ugye lehet, hogy egy zongorát köpnek ki, ahogy az elméleti fizikusok mondták, hiába dobtunk bele egyetemi teljesítményt. Na, hogy ne ez történjen, ne zongorát kapjunk, ezért ne dobáljuk fekete lyukakba, hanem Használjuk a rendszerét rendszeresen, és itt van egy jó példa egyébként a Leiden Ranking. A Leiden Ranking nem ranking, csak a nevében ranking. Ez indikátoroknak a rendszere tulajdonképpen, ahol megnézhetjük és kiválogathatjuk a nekünk érdekeseket, nem úgy, hogy ami személyes érzelmeket vált ki belőlünk, hanem ami a mi tudománypolitikai céljainknak megfelelő. És nem csak, hogy az egyetemeknek megfelelő értékeket megkapjuk, a kellő körültekintéssel összeállított indikátorokból, hanem ráadásul statisztikai alapossággal kapjuk meg, hiszen ezt még nem is említettük a rengeteg-rengeteg lehetséges ellenérv közül, hogy ugye ezek az értékek, ezek a pontszerű értékek nyilvánvalóan pontszerűek, és nem jellemzik általában statisztikailag jól a viselkedését a publikációs teljesítménynek, hiszen van bennük esetlegesség, és ezt az esetlegeséges statisztikai eszközökkel az a bizonyos lejdenként kezeli. Tehát még olyan eszközöket is ad, ami megmutatja, hogy hogy, hogy, hogy hogy milyen tartományokban mozog bizonyos valószínűséggel az a bizonyos mutató, amire mi kíváncsiak vagyunk. Úgyhogy ez lenne a Take Home Message, ez lenne az üzenet, és remélem, hogy sikerült ilyen módon a konvergenciát kimutatni az előttem szólókkal. Köszönöm szépen a figyelmüket!